Délután 3 óraig kezdett el tartotta meg az új összetételű köztársasági parlament első rendesülését. A napirenden 2 pont szerepelt. A kormány megalakításához nélkülözhetetlen minisztériumokat érintő törvénytervezetről, illetve a kormányról szóló törvény módosításáról tárgyaltak a képviselők. A minisztériumok száma 18-ról 16-ra csökkenne a tervezet értelmében. Do 2012. godine imali smo raznih zakona o vladi, zakona o ministarstvima i ono što je najčudnije u celoj toj priči, kao da to nisu bile vlade koje treba da rade u interesu građana Republike Srbije, već su ti zakoni pisani i donošeni u Narodnoj skupštini zbog toga da bi se nečija politička ambicija ili želja ostvarila tako što će da bude ministar u nekoj vladi, u nekom određenom ministarstvu. Arsic szerint ezért fordulhatott elő a múltban, hogy egyes minisztériumok hatáskörei összefolytak, és a felelősséget egymásra háríthatták. Véleménye szerint ez oda vezetett, hogy a kormányok nem működhettek teljes kapacitással. A haladók 16 minisztériumot láttak elő az új törvényben. Arsic ezután azokat a problémaköröket és feladatokat ismertette, amelyek a javasolt minisztériumok hatáskörébe tartoznak majd. Gordana Csomić, demokrata párti politikus szerint a törvénymódosítások nem tartalmazzák a strukturális változtatásokhoz szükséges elemeket, így véleménye szerint nem egyértelmű, kinek is a hatáskörébe tartoznak majd bizonyos döntések. U ovom predlogu zakona koji je pred nama o ministarstvima i o vladi nema nikakvih strukturnih reformi. Nije lepo govoriti o zakonu i o strukturnim reformima koje ne postoje. Da ilustrujem da sam u pravu. Da se zaista u ovom predlogu zakona nalaze strukturne reforme, onda bi bilo jasno definisano ko će se u vladi, odnosno na koji način će se u ministarstvima i ko baviti restruktuiranjem i reformama javnih preduzeća. Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa szerint a törvénymódosítás feltétele a kormány hatékony munkájának. Felszólalásában külön hangsúlyt helyezett azokra a minisztériumokra, amelyek munkája kihat a vajdasági magyar közösség életére. Csökkent a munkaköre annak a minisztériumnak, konkrétan az államigazgatási és helyi önkormányzati, amelynek a hatáskörébe tartoznak a nemzeti tanácsok, és elmondtam, hogy mennyire fontos, hogy minél előbb elfogadjuk a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosításait, hogy lehetővé váljon a megválasztásuk, mert hamarosan lejár a mandátumuk. Illetve, hogy egy másik törvénytervezetet is javasolnia kell ennek a minisztériumnak, hogy összhangba hozzuk a nemzeti tanácsokról szóló törvényt az Alkotmánybíróság döntésével. A módosító indítványok megtárgyalása és az azokra vonatkozó szavazás után fognak a képviselők szavazni a törvényekről legkorábban szombaton.